Köszöntöm a Rájátszás Sportmagazin mai adásának nézőit. Az úszás, amerikai foci és sakk hármasának legfrissebb híreit láthatják mai műsorunkban. Lássuk a részleteket! A múlt héten már beszámoltunk Holoda Péter Győrben az országos bajnokságon 100 méter gyorsan úszott bronzérméről. A folytatásban is remekelt a szoboszlói tehetség. 50 méter gyorsan a legjobb idővel jutott a fináléba, ahol szintén harmadik helyen zárt végül. Az Árpád-es a színeiben versenyzett még a bajnokságon Dobos Dorottya is, aki 50 méter hátúszásban lett negyedik. Az előző évhez hasonlóan idén nyáron is megrendezik a nagy emberek a kis emberekért amerikai futballgálát. Az augusztusi rendezvénnyel ezúttal a Bárdos Lajos általános iskolát kívánják támogatni a rinocéroszok. A hajdúszoboszló rinóz időről időre felbukkan a hajdúszoboszlói sportpalettán. Hol jótékonysági gálával, hol egy saját rendezésű arina tornával. Legutóbb ennek kapcsán adtunk hírt róluk. Most többek között arról érdeklődtünk is Lászlónál, az Egyesület elnökénél, hogyan is áll az őszi aréna kupasorozat, amelynek a tervek szerint résztvevője lesz a hajdúszoboszló rinóz is. Pozitív az mindenféleképpen az, hogy indulni fogunk. Várhatóan a helyszínt is meg fogjuk kapni. A szövetség részéről annyi visszajelzést kaptunk, nem mi, mint rinocéroszok, hanem általában azok a csapatok, akik ebben a bajnokságban indulni fognak, hogy igen, rajta van a vezetés, tehát a szövetség vezetése rajta van ezen az őszi aréna bajnokságon. Viszont ugye HF eldöntő múlt héten, vagy előtte való héten, most jönnek a divízió 1, divízió 2-es döntők, utána egy kicsit a válogatott körüli teendőket fogják intézni, viszont a döntők lefutta után, tehát ahogy vége van a döntőknek, akkor erre is jobban rá fognak feküdni, és valószínűleg már mondjuk esetleg, hogyha a gála után beszélgetünk, vagy magán a gálán beszélgetünk 29-én, akkor már konkrétumot is fogok tudni mondani. Most egyelőre csak annyi a konkrétum, hogy lesz, 99% hogy lesz bajnokság. Elképzelhető, hogy abban a formában, amiről már egyszer beszéltünk, hogy nem is bajnokság, akkor kupasorozat, de mindenféleképpen lesz valami. Ahogy augusztus végén is lesz valami városunkban az amerikai futballal kapcsolatosan. Méghozzá a tavaly nyári jótékonysági gála folytatásaként újra megrendezik a nagy emberek a kis emberekért rendezvényüket. Az eredeti terv az volt, hogy jövő héten tartják a gálát, azonban ezt el kellett tolni augusztus végére. Valóban egyébként a második alkalom lesz, ez a nagyon ügyesen megfogalmazott, nagyon okosan is, én ezt le is nyúlom, 2.0, ugye a 21. század elejéhez igazodva. Július 18-a, tehát jövő hét szombat lett volna az eredeti dátum, arra gondolva, hogy tulajdonképpen az itt nyaraló embereknek is valami kis színes, sportos, kulturális eseményt próbáljunk meg becsempészni a szorgos hétköznapokba és a nyaralásokba. Viszont a meghívott csapatok, tehát körbe telefonáltunk, körbe érdeklődtünk, több csapatot is megkerestünk. Most zárul a bajnokság. Van, aki a legfelsőbb osztálya, a HF-el, az ugye a döntője, az megvolt. Aki szemmel vagy kíséri, figyelemmel kíséri, azt tudja. Illetve most szombaton lesz a Divízió 2 és a Divízió 1-nek is a döntője. Ez viszont annyiban érintett minket, hogy a megkeresett csapatok éppen döntőt játszanak, ami nekik nagyon jó, viszont a döntő lejátszása után mindenki oszlik szét és megy szabadságra. Emiatt aztán a július 18-a egy szerencsétlen választás volt, és kénytelenek voltunk eltolni augusztus legvégére, augusztus utolsó hétvégéje, 29-e. Óra, perc, minden fellépők, minden marad ugyanaz, tehát le lett tisztázva, és a felkérések eddigi 90%-ában azt mondták, hogy igen, vállalják továbbra is. Tehát hangsúlyozom, augusztus 29-ére toltuk, de pusztán csak a csapatok miatt. A jótékonyság ezúttal is előtérben van. Tavaly az óvodákat támogatták a gyűjtéssel, az idei esztendőben az egyik általános iskola a szerencsés intézmény. A Bárdos Lajos általános iskolának szeretnénk segítséget nyújtani a magunk módján, megkerestük az igazgató helyettest, és nagy örömmel fogadták. Ők is tudtak, hallottak, értesültek a tavalyi eseményről, és kimondottan örültek nekik. Sajnos olyan helyzet van mindenki, hogy bármennyire is állami támogatás ide-oda, mindenféle jótékonyságnak örülnek. Mi nekünk meg örömet okoz az, hogyha örömet okozhatunk másoknak, illetve reklámozhatjuk azt a sportágat, amit képviselünk. A gálán nem csak az amerikai futballmérkőzés lesz megtekinthető. A kultúrát és a sportot is szeretnék népszerűsíteni a nyárvégi rendezvényen. Az idei programban meghagytunk egy sportági bemutatót, a Tenshi Karate Klub fog majd egy olyan kb. 15 perces karate bemutatót tartani, viszont inkább a kultúra felé próbáltuk egy kicsit orientálódni, tehát ezzel is mondjuk színesítve vagy vegyítve a sportot a kultúrával. Három koncert lesz,
illetve a férfiaknak próbálunk egy kicsit kedveskedni, lesz egy hastánc bemutató. Az esemény, illetve még a gyerekeknek úgy néz ki, hogy a zenebóc városszerte ismert Bigyóka elvállalta, egyelőre úgy néz ki, hogy ő is fel fog lépni. Ami pedig a program fő eseményét illeti, nagy örömünkre szolgál, hogy végre hajdúszoboszlójak is pályára lépnek majd a gála mérkőzésen. A Debrecen Gladiátors mezét viselhetik majd azok a rinocéroszok, akik vállalják a játékot. Lesz rá lehetőség őket nagy pályán látni, ugyanis a debreceniekkel tulajdonképpen egy olyan kontaktus sikerült az elmúlt egy év során kialakítani, hogy tőlünk bejárnak hozzájuk edzésre. És például a Szűcs Zoli, vagy a Gulyás Bálintot név szerint megemlítvén, szóval ők nagy valószínűséggel a holnapi döntő, vagy a holnap utáni döntőn, a szombati döntőn játék lehetőséget fognak kapni gladiátor színekben. A debreceniek vezetősége annyit kért tőlünk, illetve nem is kérték, hanem tulajdonképpen ez magától adta a lehetőséget, hogy rajtuk kívül a rinocéroszok közül bárki, aki azt mondja, hogy szeretne pályára lépni, az meg is fogja kapni a lehetőséget. Elvégre egy gáláról van szó, nem véres meccs. Érezzük jól magunkat, szórakoztassuk a közönséget, és én bízom benne, hogy a mi csapatunkból is minél többen, és nem csak azok, akik egyébként is a debreceniekkel közös edzéseken vesznek részt, illetve lépnek pályára, hanem a többiek is élnek ezzel a tulajdonképpen adódott lehetőséggel. És még ha nem is rinocérosz mezben, de gladiátorok között azért ott lesznek a rinocéroszok is. Kovács Sándor, a Sporttelevízió amerikai futball szakkommentátora most is kihangosítva igyekszik majd elmagyarázni az érdeklődőknek a pályán történő eseményeket. De nem csak ő kap kihangosítást. A hangosításért felelős szakemberrel egyeztetve azt mondom, hogy igen, annyiban tudtuk megspékelni a hangosítást ebből a szempontból, hogy úgy néz ki, hogy a bíró, tehát a vezető bíró is fog kapni egy ilyen fejre rögzíthető mikrofont, és tehát nem kell nagyon hangosan neki kiabálni, vagy kézjelekkel mutogatni, és Sanyi is ezáltal könnyebb pozícióba kerül, hanem rendesen ő is ki lesz hangosítva. Tehát tulajdonképpen most már azt mondom, hogy a színvonal egy kicsit szakmaiság felé sikerült emelni. Amikor Sanyival beszéltem én arról, hogy jöjjön szakkommentátornak, természetesen örömmel vállalta, illetve még annyival kiegészíteném, hogy mindattól függetlenül, hogy ő lesz a szakkommentátor, ennek a mostani rendezvénynek ő lesz a fővédnöke. Tehát próbáltunk egy kicsit mondjuk úgy a hazai pályán maradva, ugye a tavalyi eseménynek Kubai Matyi, a Budapest Wolvesnak az elnöke, szoboszlói számozású elnöke volt a fővédnöke, most pedig a Sanyit kértük fel, és örömmel vállalta. Mi érdeklődők és szurkolók a gáláig még tudunk néhányat aludni. De abban biztosak lehetünk, hogy a szervezők kevesebbet fognak, hogy mindent a helyükre pakoljanak az augusztus 29-én esedékes, második nagy emberek a kis emberekért jódékonysági gála kezdetére. A hajdúszoboszlói sakkozók április végén fejezték be az NB2-es bajnokság küzdelmeit. A játékosok az őszi szezon előtt két sakkeseményen is színesíthették a nyarat. A hajdúszoboszlói sakkese szépen zárta az előző évet. Az újabb bajnokság sorsolására még várni kell. Baranyai Szabolcsot, a sakkozók vezetőit telefonon értük el. Augusztus 2-án lesz Budapesten a sorsolás. Most pedig a második helyen fejeztük be a bajnokságot a 2014-15-ös évben. De az őszi rajtig sem telik sakkmentesen a nyár. 20. alkalommal rendezték meg az Alföld Kupa nemzetközi sakkversenyt a Szépernő kollégiumban. Nagy örömünkre hajdúszoboszlói sikerrel zárult az egyhetes rendezvény. Kollégiumban volt, ez a 20. Alföld Kupa, ez egy nemzetközi sakkverseny volt. A múlt héten magyar, román, szlovák, ez a három nemzet képviselte magát. 7 napos volt, június 29-én kezdődött, és július 5-én fejeződött be 9 fordulóban. Egy fordulónak az időtartama 5 óra volt, ami persze befejezhették a játékosok korábban is, amennyiben döntetlenben állapodtak meg, vagy pedig valamelyik fél hamarabb nyert. Úgynevezett svájci rendszerben ment a játék, ami azt jelenti, hogy első kör előtt volt egy értékszám szerinti sorsolás, utána annak alapján a győztesek a győztesekkel, és így ilyen piramis rendszerben ment az egész, de mindenki játszott természetesen végig. A sakkozók közül hát 5 vettek részt, és a mi játékosunk meg is nyerte a versenyt. A Györki Péter Pál nevű játékosunk. Egy másik hajdúszoboszlói játékos pedig szimultán mérkőzésekre vállalkozott a fürdőben. Mintegy 20-an játszottak egyszerre Borsa Völgyi Tamás nemzetközi mester ellen.
Három remi mellett az összes többi partit megnyerte a sakkozónk. Simultán az igen a fürdő területén volt, a vezérigazgató úr külön kérésére rendeztünk ott egy szimultán a fürdő szervezésében, és ők szervezték oda az embereket a szimultánra. Az egyik mesterünk, a csapatnak fidemestere, Borsavölgyi Tamás vezette ezt a szimultánt, és ebből ő csak három döntetlent adott le, az összes többit megnyerte. Része között hát ott volt, mondom, a fürdő vendégei közül, a mi játékosaink is beszálltak egyébként, de az nem volt jellemző, és már akik ott voltak a fürdőben, mert mi külön oda ember senkit nem szerveztünk. És hát ez is nemzetközi volt, mert volt közte lengyel, román, meg ha jól emlékszem, még ukrán is. A hajdúszoboszlói repülőtéren július 16-a és 19-e között rendezik meg a 12. Amnézia Kupa formaugró verseny és ejtőernyős találkozót. Az eseményen 16 fős formaugrások lesznek majd láthatóak alakzatváltásokkal 4000 méter magasságból. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket a jövő héten is. A viszontlátásra!